Kedves barátaim, jó estét kívánok, szeretettel köszöntelek benneteket. Persze feltűnik, talán feltűnik, hogy most éppen nem este van, ez egy korábban felvett videó, ugyanis ma este egy elkötelezettségem van, egy programom, ami miatt előre felvett videón tudok bejelentkezni, hát ez az élményt cseppet sem fogja rontani, úgyhogy remélem, hogy ha ezt nem mondtam volna, lehet, hogy észre se veszitek, de gondoltam, hogy nem akarnám elsunnyogni, tekintettel arra, hogy hetet hét ágra süt a nap, úgyhogy ez most egy ilyen bejelentkezés, nem akartam tegnap elnézést, hogy elmaradt a tanulás, egy másik elkötelezettségem miatt, kétszer zsinórban semmiképpen nem akartam volna megtenni, tegnap nem volt időm fölvenni egy ilyen kis előre szerkesztett videót, ma viszont van, úgyhogy ha megengeditek, akkor a következőt szeretném mondani, ugye az Alterebe, az első Lubavitch Rebbe Tánya című könyvét tanuljuk, a Haszid filozófia alapművét, a zsidó misztikus filozófia alapművét, amely nem csak Isten segít megérteni, sőt, talán kevésbé Isten segít megérteni, sokkal inkább az embert, amihez több közünk van, talán többet tudunk rajta formálni, mint amennyit tudunk, vagy kellene formálnunk Istenen. Úgyhogy többek között én ezért is nagyon szeretem a Tánya című könyvet. A 11. fejezetnél tartunk. Ugye a 9. fejezet, a 11. fejezetnél tartunk, de a korábbi két fejezetben, a 9-ben, 9 és a 10-ben, a 10. fejezetben az Alterebe a cádik, azaz az igaz ember fogalmát tisztázta, beszéltünk arról, hogy vannak tökéletes cádikok, beszéltünk arról, hogy vannak tökéletlen cádikok, azaz tökéletes igaz emberek, illetve tökéletlen igaz emberek, és azt is mondtuk, hogy a tökéletes igaz embert másképpen úgy is hívják, hogy cádik ve tovló, azaz egy olyan igaz ember, akinek jó ezen a világon, aki csak a jót ismeri, illetve a tökéletlen cádik, az a cádik ve ráló, azaz a cádik, azaz az igaz ember, aki ismer rosszat is, és beszéltünk ennek a két fogalomnak, ennek a két kategóriának, ennek a két emberi minőségnek beszéltünk a különbözőségeiről és a hasonlóságairól. Megállapítottuk, hogy a közös, a cádik, a tökéletes cádik és a tökéletlen cádik között, hogy mind a kettő egyik sem fogalmaz meg semmiféle bűnös gondolatot, nem beszél semmiféle bűnös dolgot vagy rossz dolgot, és pláne nem csinál semmit, ami bűnös, de a tökéletlen cádikban maradt egy kis vágy, még maradt a lelkében, a szívének a bal kamrájában maradt egy kis vágy az evilági élvezetek iránt. És ez a kis vágy, ez elég ahhoz, hogy már ne lehessen tökéletes cádiknak, tökéletesen igaz embernek nevezni. Itt a 11. fejezetben azzal folytatjuk, hogy megnézzük ennek a két típusú embernek, a tökéletlen, illetve a tökéletes cádiknak a fonákját, az ellenoldalát, a gonosz embert. A gonosz embert héberül úgy mondják rasá. A tökéletesen gonosz embert, ugye míg a cádik esetén, az igaz ember esetén a tökéletes, az egy pozitív minőségi jelző, a rásá, a gonosz ember esetén ez egy negatív előjellel bíró minőségi jelző. Tehát megnézzük a tökéletes, illetve a tökéletesen gonosz embert. Melyik az az ember, kit nevezhetünk olyan embernek, aki teljesen romlott, aki teljesen gonosz, aki teljesen uralmába kerített a rossz ösztön, a gonoszság, az állati lélek, és ki az, akiben még van egy kis remény, akiben még maradt egy kis jó, akiben még maradt egy kis remény arra, hogy a dolgok megváltozzanak. Ugye a cádikokhoz hasonlóan, viszont éppen ellentétesen beszélhetünk tökéletes gonoszról, vagyis rásáról, aki csak a rosszat ismeri, illetve tökéletlen gonoszról, azaz olyan rásáról, akiben van némi jó, ugye itt is találkozunk ezzel a kifejezéssel, amit a 9. fejezetben a cádikokra alkalmaztunk. Az egyik a másik ellentéte, fogalmaz az Alterebe, a jót ismerő rásá, a rosszat ismerő cádik ellentéte. Ez azt jelenti, hogy a jó, ami e gonosz ember isteni lelkében van, azaz ami az agyában és a szíve jobb felében van, ezek az isteni lélek fő lakóhelyei, az alárendelődik az állati lélek gonoszságának, amely a klipából, ebből a tisztátalan héjból, ugye a lelket körülvevő tisztátalan burokból ered, amely a szív bal oldalán van, és megsemmisül benne, amint azt a 9. fejezetben elmagyaráztuk. Ugye csak úgy, mint a cádikok esetén a rossz megsemmisül a jóban, elvegyül. Ugye, hogyha, mondok egy példát, mint hogyha van egy tökéletesen tiszta víz, vödör víza az embernek, egy tökéletesen tiszta vödör vízbe beleteszel egy kis csepp mérget,
egy kis csepp rosszat, egy kis csepp piszkot, egy kis csepp gonoszságot, akkor az egész vödör víz méregé válhat. Tehát ha van egy tök, van, ha egy kis rossz is belekerül a tökéletesen jóba, az lerombolhatja a jónak a minőséget. Ez a tökéletlen rasa is számtalan, ja, és bocsánat, ezt azzal kapcsolatban mondtam, hogy egy kis rossz is el tudja rontani a jót, ugyanakkor, ha nem egy vödör vízbe teszünk egy csepp mérget, hanem egy tengernyi vízbe teszünk egy csepp mérget, tehát egy annál sokkal nagyobb mennyiségű jóba teszünk egy pici rosszat, akkor az eloszlik benne, akkor ott az arányok megváltoznak, ott már nem tudom, egy a 10 000-hez, vagy egy az 1 millióhoz lesz, hanem egy a sok milliárdhoz képest, és ekkor már viszont az a pici rossz az eltűnik a jóban, megsemmisül, ha úgy tetszik, szerte foszlik a jóban. Ez történik a cadikok esetén, ahol egy-egy rossz dolog, ott annyira túlsúly, egy-egy rossz dolgot, egy-egy gonosz momentumot, egy-egy gonosz pillanatot annyira elnyom, annyira túlsúlyban van a jó, hogy tökéletesen megsemmisíti azt az egy rosszat. Ennek a fonákja a rásá esetén, a gonosz ember esetén az, természetesen, hogy a gonosz ember esetén pedig a rossz cselekedeteknek, a rossz cselekedetek, hogyha nagyon túlsúlyban vannak, akkor elnyomják, eloszlatják, megsemmisítik a jó cselekedeteket. Ez a tökéletlen rasa is számtalan különböző fokozatra oszlik, mely különbség, ez számtalan fokozat között mennyiségben rejlik, azaz a jó semmisé tételének és a rossznak való arárendelésének mértékében és minőségében Isten ments. Ugye arról beszél az álterebe, hogy amikor azt mondjuk, hogy valaki tökéletlenül gonosz, azaz nem teljesen gonosz, nem menthetetlenül gonosz, marad benne egy kis jóság, de az, hogy mennyi jóság, ezt embere válogatja, hogy szokták mifelé mondani, tehát széles a spektrum, nagyon sokféle, nagyon az, hogy kiben mennyi jó maradt, vagy kiben mennyi rossz maradt, ott a spektrum rendkívül széles, ugye ezt elmondtuk a cádik esetében is korábban. Van, akinél a jónak a rosszal szembeni alárendeltsége és semmisége rendkívül csekély, és még ezek a kisebb fokozatok sem állandók, és nem is ismétlődnek meg gyakran, inkább csak ritkán győzedelmeskedik a gonosz a jó felett, meghódítva a kis várost, azaz a testet, ugye ha emlékeztek, korábban arról beszéltünk, hogy a testet a kabbalisztikus, a haszid irodalom úgy ahhoz hasonlítja, mint egy kis város, amelyért versenyt folytat, amelyet meg le akar győzni két király is háborút folytat ezért a városért, ugye itt az mi esetünkben az emberért, az emberi testért, az ember cselekedeteért két ellentétes erő verseng, az egyik az isteni erő, a jó erő, a másik pedig a rossz, az állati, a rossz ösztön. annak szempontjából, vagy annak abból a szempontból, hogy kiben mennyi rossz, vagy mennyi jó marad, a természetesen nagyon széles a spektrum. Továbbá, még ha a gonosz meg is hódítja a testet, nem az egész test kerül hatalma alá, hanem csak egy része, alávetve azt a test egy részét annak a fegyelemnek, és arra késztetve, hogy az szekér legyen a gonosznak, vagyis olyan alárendeltje a gonosznak, mint a szekér a vezetőjének. És továbbá, azt, hogy a testnek ez a része ruhaként szolgáljon, amelyben az állati lélek fentemlített három ruhája közül az egyiket öltözteti. Ugye itt akkor egy pár dolgot tisztázunk, tehát az egyik ez a szekér és az ő vezetője, szinoníma, vagy költői kép, amit a Tánya használ. Arra az azt jelenti, hogy amennyiben a lélek, valamelyik lélek, vagy az Isten lélek, vagy az állati lélek teljes uralommal bír a test felett, az olyan, mint a szekér, szekérnek a vezetője, amely teljes uralmat bír a szekér felett, az irányítója felett. Manapság azt mondanánk inkább, hogy autó nem szekér, de tulajdonképpen történetünk szempontjából mindegy is. A másik ugye a léleknek a három ruhája, amit korábban említettünk, már sokat beszéltünk róla, hogy a léleknek három ruhája, azaz három palástja, vagy három burkolata van, és ez a három ruha, ez a gondolat, a beszéd és a cselekedet. Ugye csak úgy, mint a ruha, az ember testének nem szerves része, hanem a testére rá aggatott külső anyag, ugyanúgy a lélek ruhái, a gondolat, a beszéd és a cselekedet nem a léleknek a szerves része, hanem csak annak a kifejezése, csak arra rá van aggatva, és csak úgy, mint a ruha kifejezi az ember személyiségét, ugyanúgy
a gondolat, a beszéd és a cselekedet kifejezik a léleknek a mienségét. Most arról fog beszélni az Alter Rebbe nagyon röviden, hogy az ember teljesen nem hajthatja uralmá alá az állati lélek. Az állati léleknek nincs meg a jogosítvány arra, hogy teljesen uralma alá hajtsa az emberi lelket. Mindig fog maradni egy pici, akár csak egy nagyon pici rossz is. Amint azt a hatodik fejezetben említettük, az állati léleknek három ruhája van, azaz három módon fejezi ki magát, gondolkodás, beszéd és cselekvés által. A rásá, azaz a gonosz ember esetében az állati lélek gonossága, amikor felülkerekedik a jó felett, nem tehet mást, mint hogy a kifejezési módok, vagyis a ruhák egyikében kifejezi magát. Sőt, a gonoszság még ezen a korlátozott kifejezési területen is tovább korlátozódik, mivel csak kisebb vétkek elkövetésére tudja motiválni a gonosz embert. Nincs a léleknek teljes nincs a gonosz ösztönnek, az állati léleknek teljes hatalma az ember felett. Az állati lélek ugyanis vagy csak tettekben érvényesül, vagy csak kisebb vétkek elkövetésében, nagyobbakban nem, Isten melyektől Isten mentsen, ugyanis az állati léleknek nincs ereje ilyen mértékben érvényesülni, vagy csak a beszédben érvényesülhet, de csupán annak kimondásában, ami a rágalmazásra vagy a gúnyolódásra határos. A gonoszság túl gyenge ahhoz, hogy tényleges rágalmazásra vagy gúnyolódásra és hasonlókra késztesse az embert, vagy a gonoszság csak a gondolatokban uralkodik a bűntől való elmélkedésben, amelyek bizonyos tekintetben rosszabbak, mint a tényleges bűn. Ugye itt akkor két dolgot érdemes tudni, tehát az egyik, hogy az állati lélek nem tud teljesen uralkodni az ember felett, nem tudja ténylegesen csak bűnökre vinni az embert, ugye ez az első ruha, a második ruha az a beszéd, tehát nem tudja, csak bizonyos mértékben, csak korlátozott mértékben képes arra, hogy az ember beszédét teljesen uralma alá vegye, és a gondolatokban is csak részlegesen képes érvényesülni, de ennek dacára, vagy ezt kiegészítve azért az Alter Rebbe megjegyzi, a tánya szerzője megjegyzi, hogy a bizonyos tekintetben a bűnről való elmélkedés az rosszabb, mint maga a bűn. Mert a bűnről való elmélkedés az egy fajta vágyódást jelent. A vágyódás pedig, de ezt ki fogjuk fejteni majd hosszabban egy kicsit később, hogy a bűnről való elmélkedés egy fajta vágyódást jelent, és az a fajta vágyódás az elégedetlenséget, az ugye, hogyha te olyas valamire vágysz, ami Isten szemében tilos, akkor te tulajdonképpen elvágysz Istentől. Erről szól ez a dolognak a lényege. Ha olyan dolog foglalkoztat téged, és olyan dolgok felé visz az ösztönöd, amelyek Istentől távol vannak, akkor tulajdonképpen te is lélekben távol kerülsz Istentől. Ez itt a dolog lényege. Kedves barátaim, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok ma. Holnap este bejelentkezem Isten segítségével, de mindenképpen lesz bejelentkezés. Addig mindenkinek javaslom, hogy olvass el a blog bejegyzésemet, kint van az Index címoldalán, mit gondolnak a zsidók a fogamzásgátlásról, vagy mi a zsidó vallás véleménye a fogamzásgátlásról. Ez a második ilyen írásom ebben a témában. Írtam egyet múlt hét pénteken az abortusz kérdésről. Isten segít, ezeket majd további blogbejegyzések fogják követni, ezt ajánlom nektek. Akinek pedig kérdése van, nagyon kérem, hogy itt ezen a Facebook oldalon küldje el közvetlen üzenetben a kérését, és akkor természetesen igyekszem arra válaszolni. Vigyázzatok magatokra és egymásra, további szép estét, jó egészséget kívánok!